jobbról bal, aha. Ezt figyeljétek. Ez jó lesz. Bekapcsoltam ezt a lézert, azt hiszem attól meghal. Figyú, átmegy a lézeren, elvileg. Nem megy át, bazd meg. Bezárul az ajtó, de most megnézzük, hogy valamit dobott-e. Nem, semmit. No. Hát kell majd ugranunk ezt a izét. Figyelni kell. Lépéseket hallok-e, vagy... Inkább csodálom, mondjuk tök mindegy, mert igazából ide be kell mennem. Közé, szabad ég alatt. Ó, jó. Mentsünk egyet. High Security Compound. Fussunk. Fussába az meg. A követést a Dacapo 15. Hello! Várjál már, igen. Ezt át kéne lőnöm? Gondolom, igen. És még nincs fegyverem. Jó, hát akkor ide gondolom még nem kell jönnünk. Oda? Úgy. Hát, és azt így, hogy a faszba. Ha felugram, vagy mennyi, ez egy sima ugrással? Hát, mindjárt kiderül. Hups! Majdnem. Nem arra. Ja, tudom már, hogy kell. Tudom, figyú. Így. Hát most csak nem jönnek őrök, hát nincs fegyverem. Remélem, hogy... Ott van valami. Ó!
Csak nem riasztottam most az őröket. Ja, hogy... Ah. Oh. Uh-huh. Pisztolyom, bazd, mi tovább sincs itt? Ja, de itt nem... Ja, hogy itt nem tudok visszamenni. Á, értem. Jó, világos. Szevasz, takapó. Mi újság? De oda le kéne... lehet, hogy le kéne oda ugranom? Le kéne néznem. Hát van lent valami, mi? Nézzünk már le, mert nem tudom, hogy lentről föl lehet-e... Ez magasan van. Nincs más. Ez is nem, ez nem jó. Akkor mindenképpen azért fel kell menni a tetőre, mert itt biztos, hogy nem ugrom le, kitöröm a nyakam. Ez meg... Ez lépcső? Nem, ez nem lépcső. És akkor... Mi a fasz van ott? Hát, víz. Akkor ez így jó, nem? Hups! Hoppá! Hát az bedarál! Jó, hát azt nem tudtam. Hogy az imeneket vicces, hogy ki játszik, eddig öröm számomra valaki retro. Jaj, hát én eléggé sokat retrózom, egyrészt a koromból kifolyólag is, másrészt pedig én azt vallom, hogy, tehát, hogy nyilván nem csak a magyar streamerek, de a legtöbb streamer külföldi is általában azokkal a játékokkal játszik, amik ugye új megjelenések. Tehát nagyon kevés olyan játék, sőt, ennyire klasszikus retrót én, hát mondjuk én annyira nem böngésztem így külön a retro játékok után, biztos, hogy van. De szerintem egy nagyon külföldi viszonylatban sincs olyan sok, nemhogy Magyarországon. Úgyhogy jó, chase-ni én is szoktam, mert a chase az a koromnál fogva az egyedüli olyan játék, ami hát ugye már az 1-5-től kezdve nekem ugye meghatározó volt az életemben. És mai napig szeretem ezt a szart, pedig már tényleg annyiszor kiégtem benne, hogy na, egy kezemben nem tudnám megszámolni, kettőn se. De igen, és hát ugye van egy weboldalam úgy a techbarat.hu-n, hogyha egy játékot éppen befejezek, ugye most nem a Tomb Raiderre gondolok, mert most például Tomb Raider végigjátszás megy, egytől egészen a legújabb Tomb Raiderekig, tehát ez most ugye még csak a harmadik rész, tehát majd jön még a negyedik, az ötödik, az Underworld, meg a nem tudom, hogy van sorrendben, és majd ugye a legvégén befejezem a három legújabbal. Azokkal mondjuk már játszottam streamben, de hát az már jó pár éve volt, úgyhogy megimádom azokat is, úgyhogy ezekkel pedig soha büdös életemben nem, mert akkor én még kicsi voltam, amikor megjelentek a Tomb Raiderek, az 1-2 kb. Utána meg valahogy én nem érdeklődtem ez iránt a játék iránt. Nem mondod, az valak pénzt ér amúgy, nem? Én úgy tudom, hogy az ilyen már a mai játékok közül is amúgy csomó pénzt ér az, hogyha valakinek... Várjál most, akkor hogy csináljuk? Oda... El tudok így úszni. Na jó, menjünk egy másik slotra.
Mikor nem. És ugye ez még nem is a 2000-es évek, ez talán még 96-os, 8-as, valahogy így. De jó, nagyjából a 2000-es évek helysorolható ez is, de talán ez még egy pár évvel még korábban jött ki, mint 2000. Nekem érdekes, nekem dobozosan soha, bevallom őszintén, én gyerekként nem sok játéka játszottam, mert nagyon sokáig nem volt ilyen jó gépünk, tehát volt Commodore 64, oké, okay. Aztán ilyen 386, 486, Pentium, mit tudom én, 2-es, Core 2 Duo, mit tudom én, ilyesmik. De az is eléggé későn lett valahogy, konzolom soha nem volt például, hát ez még az én koromban nem, 83-as születés vagyok. Tehát, én amikor már abban a korban voltam, még akkor is csak a 90-es éveknek a derekán jártunk, tehát hogy még a konzolok még akkoriban sem, talán még akkor nem is nagyon volt, nem tudom, az első konzol valahogy 90-es évek vége fele jött ki, vagy közepén, nem akarok hülyeséget mondani. Úgyhogy meg azt valahogy azok nem is érdekelt soha. Ja, hát akkor neked valószínűleg, ja, hogy ezért, bátyám 77-es, ja. Én amúgy bátyámat néztem még, mert ő játszott a Tomb Raider első pár részével, és én nézni szerettem, de amúgy, ha játszanom kellett volna, én egy gyerekként még fostam ettől. Tehát, hogy főleg az első, de meg az itt is vannak olyanok, ahol néha még most is így megijedek, hát nem annyira, de azért egy-két ilyen hangeffektől vagy, amikor most már ugye tudod, hát mai fejjel nyilván a játszott az ember már rengeteg játékkal, ahol a mai világban azért nyilván már nem nagyon tud meglepetést okozni, szinte semmi. Itt meg ugye meglátod azt is néha, hogyha van egy ilyen bug, már pedig ugye ezekben a játékokban volt bőven, hogy mielőtt bementél volna mondjuk valami szobába, akkor hogy benézel, és akkor látod, hogy ott van a fal mögött, csak még ugye nem lépted át azt a pontot, azt a triggert, ami ugye beindítja majd az izét. Tehát ugye régen meg csak futotta előre, és akkor egyszer csak ilyen tűrüm, és jött valami farkas, falka, meg mit tudom én, dinoszaurus, ugye T-rex a Tomb Raider 1-ben. Úgyhogy én attól nagyon, tehát attól én nagyon fostam. De nézni szerettem bátyámat. És úgy voltam vele, hogy jó, hát majd egyszer talán, és hát igazából úgy adta a sors, hogy úgy hozta, hogy elkezdtem ugye streamelni, így a Covid-dal, ugye a tech csatornám az, hát most arra sajnos kevesebb időt tudom fordítani, de igyekszem. De most ez, de mi? Szerintem oda át tudok ugrani. Igen. Igen. Hát, én ezen a részen, bazd meg, én biztos, én erre nem emlékszem. De ne. Hát, én szerintem én ezt úgy csináltam meg, hogy ide beszopódtam, de valahogy el tudtam úszni. Biztos, hogy elúsztam. Nem úsztam el akkor se, nem tudom. Pedig szerintem... Nyertünk az olaszok ellen büntetőkkel! Hú, 15-14-re, na, az izgalmas lehetett. Nagyon szép. Nagy taps a fiúknak. No. Hogy van? Ja, hogy oda... Aha. Hű, bazd meg. Na jó, itt mentünk. Igen, szerintem oda be kell mászni, és ott ki kell majd kapcsolni a izét, a ventilátort, és akkor tudok elúszni. De esküszöm, hogy idején, amikor belenéztem azért, hogy mi várható majd, egy kicsit előre játszottam be valami őszintén, férfiasan. És akkor én ezt, hát szerintem ezt kihagytam, és el tudtam valahogy úszni. De hát tudjuk, hogy vannak ebben a játékban ilyen bugok, tehát ez nem is meglepő. Mi volt a kedvenc játékod így, ha már 78, akkor azért gondolom ilyen Commodore 64 ilyesmi, az neked is volt már a te gyerekkorodban. Sőt, az kellett legyen, vagy valami hasonló, ilyen Amiga meg Atari, vagy nem tudom mik voltak. Kinek mi? Soha faszomba futok.
Tehát, be meg. Igen. Az... Oké. Jó. Megpróbálom valahogy... Várjál, de most hogy? Hogy? Igen. Igen, erről jöttem. Oda-vissza nem tudok már, ezt nem látok fasz se. Hát, én nem tudom, csak leállnak már ezzel a pörgettyű. Azt kell akkor csinálni. Van még itt valami? Ja, itt. Ja. Ezt nem is láttam. Medipak, ezt fölvesszük. Hát, erre én nem emlékszem, pedig hát nemrég néztem meg a játékot, illetve játszottam egy kicsit előre. Na jó, addig. Jó, hogy nem lesz a címekre, Pentrum Mindjárság 2000 FPS-ekkel játszottam, egy kedvencem a 9-es Outlaws Western FPS. Azt nem ismertem. Fú, nekem volt, hát ugye Duke Nukem, Wolfenstein, ami még ugye régi klasszikus, Lost Vikings-et akkor ismertem például meg, de Commodore-on a Ghostbusters-t imádtam. Meg volt a... Jaj, nem tudom mi volt annak a neve, bátyám, biztos, hogy lesz, te is tudod, a Commodore-ra volt egy olyan játék, hogy egy ilyen ősember ment egy ilyen közérű, egy ilyen kövön, és ilyen lyukakat kellett átugrálni, meg gerendákat, meg nem tudom miket. Fú, nem tudom, valami caveman? Nem caveman, cave? Lehet, hogy valami caveman ez cucc volt. Ó, bazd meg, várjál, ez így most nem biztos, hogy jó. Nézzünk körbe. Jó, ott van egy olyan. Oké, hát máshogy, akkor nem tudok pedig menni. Akkor ezért kapitányunk felé fogok. Ez kúrva jó. Hát esküszöm erre, bazd meg, semmit nem emlékszem. Totál nincs meg. Várjál. Várj egy picit. Szerintem most megkeresem gyorsan, ezért lealt a balok, hogy... C64... K...
Caveman game. Azaz. Erre elfogadom. Quest for Tires. BC's Quest of Tires. Ne basz, Sierra adta ki, basz. Nagyon komoly. És ezt lehet játszani online? Várj már. Atari, Play in your... Ne basz. Lehet, bro... Akkor... Igen? Hó! Ne! Full screen. Ha? Miért nem full screen? Ne basz, figyeljetek! Jó, egyes? Player 1, your turn. Nem tudom, hogy kell irányítani. Ha, jó, várjál, nem láttam semmit, csak... De hogy... Haló? Várjál már, hogy restart. Hát, az a baj, hogy... Nem tudom, hogy kell irányítani. He? Egy. De mivel ke... Na jó, elmész a picsába. De mindig szóval ez volt az. Stop. Köztem kell. Quest for Tires, azaz. Hatalmas játék volt, imádtam. Hát jó, hát ott tudtam irányítani, itt még nem tudom. Hol van több ideig? Valahol, vagy ez körbe-körbe megy, nem? Ha, ott fordul meg. Vagyok az a... Aján... Jaj, most... értem. És akkor be tudok bármikor ugrani most így az alján. Tehát tulajdonképpen itt ugrottam le, itt volt egy létre is. Várj már, ide föl tudok menni. Szerintem itt nem voltam még. Mert ott létre nem volt, az tuti. Igen, a fölött voltam. Na várjál, itt most... Húha, itt nagy mentések vannak, mert az a baj, hogy még mindig nincsen fegyverem. Kell viszont. Ez ilyen kulcs. Vagy miért tököm ez?
sétálok még egy darabig. Hát itt le kell pedig ugranom. Nézzük már ki. Kíváncsi vagyok, hogy ott az őr után még lesz-e valami. Érdemes-e az őrről baszakodni. Jaj! Megijedtem. Kurva anyád. Lesz még valami? Semmi. Jó, akkor igazából itt ezzel nem veszítünk semmit. Jó, és így ide bezártuk. Ez így fasza. És akkor most le lehet ugrani a vízbe. Igen. Itt. Igen. És akkor most nem fog húzni engem az a szar. Na, gyerünk már. Őszinte legyek, én erre a része nem emlékszem, hogy ezt így oldottam volna meg. Szerintem valami bug volt, és beleestem ide a vízbe, és lehet, hogy pont úgy estem, hogy átbillentem azon a határon, ugye, ahol... Ajaj. Hát, levegő nincs, de nem kell most ide levegő. Persze, még azt is meg kell húzni, bazd meg. És nem ez fog kinyílni, de jó, ez nyílt ki, jó. Hanem egy másik ajtó a végén, ami... Bazd meg. Jó, azért visszajövök majd inkább, de... Tehát van, sebb voltam.
Ja, igen, ott van ilyen lézer, hogy mi az anyám. Azon át kell ugrani. Ja. Száve. Hát... Persze, hogy belelógott, bazd meg a mid. Mi lógott bele? Ott más nincs, ugye? Hát akkor uszízzunk tovább. Mi lesz? De izgi. Ja, ott... Ó, bazd meg, ott semmi. Hát ott, na ott a haverunk, jó, az megvéd. Oda... Izénk az nincsen, ugye? Nem csak ez a szarság. Ott fönt van egy katona. Mi mászik oda föl? Valamit. Nyugi. Ne bánts. Aha, ez egy gomb. Gyere velem, mert hogyha izébb itt valaki jön, Medipak. Ott van a pisztoly! Juhú! Sőt, ez keci jó. Na gyerekek, ez a jó, ez a tuti. A Desert Eagle. Ez baszó fegyver. Erre emlékszem. Fú gyerek, ezt nézzétek meg, ez kurva jó. Szív. Igen, és akkor itt azt hiszem az van. Igen, erre emlékszem, hogy itt jön a... Igen, ez ott beakadt. De ezért nagyon, nagyon kemény, tehát két lövés. Bárkire, kurva nagy, na nézzétek meg. Egy, kettő. Nem menj sehova. Szombazony. Ó, kutyi! Hát érte kár volt, de hát na, megtámadt. Hát láttátok, ő jött rám. Na most akkor szedjük össze az izéket. Hát ha lootoltak valamit, vagy izé, dobtak valamit nekem. Semmit. Kutya nem dob, az biztos. Ott a kulcs. Ezt láttam. Szerintem azzal le is megyünk. Semmi. Itt ott azt szerintem az itt egy medipak, nem? Ja nem, nem az a pisztoly.
zene idegesítő. Várjál, de ezt nem meg tudom úgy oldani, hogy mentek egyet, és betöltöm. Jaj, köszönöm. Hát nem hallom, a saját lépéseimet nem hallom. Meg azt, hogyha jön valaki. Ez fontos lenne. Igen, és mondjuk itt már mehetnék elfelé, de nem. Megrázom úgy a kerítés? Nem rázom. Csak simán nem tudok kimenni. Jó. Alright. Nincs semmi. És hogy így egy kézzel fogja, ezért, vagy két kézzel fogja. Kurva jó. Ja, hogy ennek vannak ilyen színei is, akkor nem mindegy, hogy melyiket rakod be melyikbe. Hey. Ah, bazd meg. Nem baj, biztos nála lesz majd ez a kulcs. Ah. Aha. Hm. Hát egy kutyit megint te... Jó van, baszódj meg. Se dobott semmit. Hát ez kár volt kinyitni. Na mindegy. Mennyi izény, mennyi töltény? Uff, 9. Nem sok. Ez nem sok. Na mindegy. De azért az úgy nem rossz, hogy tehát még Sotiból nem tudom 4-5 töltény kell ugye, pedig azért sörétes se gyenge alapvetően egy emberbe. Itt meg ezzel elég 2 darab. Azért komoly az utc. Igen, és akkor hogy van, hogy ezt tudom mozgatni? Nem. Jaj, de ott viszont van ott egy létra. Oké. Okay. Mondjuk úgy könnyebb elkapni, hogyha ha vele szembe ugrunk, nem pedig féloldalasan, de mindegy. Ja, de itt fönt föl lehet. Ó, figyú. Látom már. Ho-ho-ho-ho! Akkor azért ezért ott elmegyünk. Bakkért. Ezt a kecses mozgást. Szerintem tök jól néz ki alara. Amúgy. És mondjátok, hogy nem. Jó, so sexy, sexy, sexy. Arra nincs semmi, ugye? Ez meg igazából annyira nem zavar engem. Célozd be, bazd meg. Remélem, nem fog betámadni. Ah.
Az, ez, de mi, abban miért halok meg, hogy mi van itt? Ott miért haltam meg? Mi volt ott? Ráz a padló, vagy mi a fasz? Az jó lesz. Hát annak mondjuk örülök, igen. Én nem tudom, azt nem is nagyon tudnám így FPS-ben elképzelni. Lehet? Ez volt ugye az ilyen kalandjátékok őse. Ez jó kérdés, nem tudom, miért próbáljam máshol lelőni, vagy mit csinálják vele. Mi volt ott, amiben ott így megsérült? Szúrta a lábát a padló, vagy mi? Mindig minden esetre mentünk itt egyet. De erre úgy emlékszem, hogy lelőttem, azt kész. Tehát nem volt vele milyen felzett, vagy mi sebzett ott? Szerintes. Valami, ami megráz. Ja nem, ott van egy... Bazd meg! Pont abban a tetű sárga... Ó, jó, most veszem észre, igen. Tehát van egy ilyen sárga lézercsík. Ezt nem láttam. Ó, bakker, jó, akkor ezt átugorjuk. Akkor lesz a között is. Mondjuk ezt nem tudom, minek veszem fel, mert fullos voltam. Más meg nincs, ugye? Japp. Sebződés, nem sebződés. Jó, és akkor most ki tudjuk ezt nyitni. Na! Fú, mondom én, hogy hosszú már egy másfél órája, hát nem másfél, mert az egy első 10 percet eldumáltam, de... Na, de akkor is egy másfél órája megy már ez a pálya. Ez tényleg rohadt hosszú. És nem tudom, miért nem bontották több felé. Más pályákat meg ízét csinálták. Na, gyerünk! Most már jöhet bárki, lepuffantom picsába, úgy. Nézd már, oson. Bazd meg, Google. Az komoly. És nem ad semmit. Ja, de ketté lesz osztva, igen, mert itt most jön egy cinematic. Bocsánat, hülyén rosszat tudtam. Körbenézünk azért még. Azt hiszem, itt még jön egy. Kultúró. Tűd már le! Hát... Nézd már. Nézzünk, még lootoljunk itt valamit. Ezért nem tudunk. Semmi. Esetleg nincsenek húzható dobozok? Mondjuk azt onnan lehet megismerni, hogy a doboz egy kicsit másképp néz ki, mint a többi. Van egy ilyen kereszt a közepén. Nem.
Hát esetleg oda fölmászhatunk még hát, ha ott van valami. Ugye mögött? Aha, ott lehet, hogy lesz valami. Ó, plusz 10 töltény! Köszi! Jó, hogy körbenéztem. Jó, azt hiszem más itt nincs. Oks. Na, save. Ide. Hát, én nem tudom, hogy... Egy 20-22. Bocs. Mindegy, hát 2 órásra akkor elhúzom. Nézzük meg ezt. Szavasz, Mr. Gamer, tudod mit? Lesz! Ezután nem Chey-vel folytatjuk, hanem egy kis Stumble Guys, szóval nem sokkal, mondjuk mit tudom, egy órát, jó? És akkor utána fogok nekiállni, okay, kicsit Chey-ezni. Akkor viszont lehet, hogy most abban is hagyjuk a Tomb Raider-t, hogy igen, hogy minél hamarabb el tudjunk kezdeni a Stumble Guys-t, és akkor lehet jönni játszani. Telefonról, Android, iOS, illetve PC-ről is Steam-en keresztül letölthető, úgyhogy nézve a játék, tudtok majd jönni. Lara meg közben bebaszik a izén. Na, the security, vagy a high security compoundot. 1,5 óra alatt teljesítettem. 1 szigretet találtam. Egyet csak. Egyre emlékszem, hogy volt egy izé. Egy ilyen muzsika. Headfuckot viszont nem használtam, az tök jó. Azért abban büszke vagyok magamra. Igen, és akkor... Hát itt most átmentem egyik szájtról a másikra. Kúrva jó. Na jó. Mentsünk erre. Így. Jó. És akkor közkívánatra. Jó van, akkor legyen Stumble Guys. Nem, mert tényleg tök régen volt. Úgyhogy, ja, régen volt már egy, szerintem legalább egy hónapja nem volt itt a csatornán. Úgyhogy, aki szeretne jönni, akár YouTube-ról, Facebook, bárhonnan, aki most néz minket, vagy néz engem, tudja játszani, ha épp csak egy telefon van a kezedben, akkor is megteheted, mondjuk akkor nehezebb lesz nézni a streamet, illetve még az is megoldható, mert mind a YouTube, mind pedig a Twitch ugye működik ablakos módban, tehát ha nézed a streamet, és így föllegyintesz alulról fölfele, tehát a homescreenre mész egyből, akkor ugye egy kis ablak marad. Kérdés, mondjuk a kis ablak mellett mennyire lehet jól stumbleguyzozni, de végül is meg lehet próbálni. Mondjuk akinek meg tabletje van, az meg ráadásul még pláne meg tudja tenni, mert azért tabletbe el lehet rakni a kis ablakot valahova a sarokba, ahol nem zavar, és akkor tudtok jönni stumbleguyzozni. Úgyhogy, ja, egy kis szünet következik. Ez volt a Tomb Raider 3-nak a High Security Compound nevű pályája. Szerintem nem voltam úgy nehéz, mármint, hogy olyan kellemes volt. Volt benne egy kis lopakodás, tehát olyan nem klasszikus Tomb Raider, ami az eddigi részeket jellemezte, hanem azért ebben volt egy kis osonás is. És hát továbbra is az 51-es örelben vagyunk, vagy mi az 51-es körzetben vagyunk, ugye ahol olyan dolgok történtek, amit ugye senki nem tudhat, valaki üzenetet szeretne nekem küldeni Messengeren, ki a tök? Ó. Oh. Jó, na igen, szóval egy pár perc szünet következik, nekem nem vécére gyorsan, úgyhogy Stumble Guys fog most következni, egy ilyen, hát mennyi most 9:30, egy 9:30-ig, tehát jöhettek nyugodtan játszani, remélem minél többen leszünk, én te kurva régóta nem léptem be, úgyhogy nem tudom milyen update-ek vannak, milyen új skinek, meg de igazából nem is érdekel, menjünk, azt csináljuk,
Mondjuk új pályák biztos, hogy érkeztek, mert azokat eléggé gyakran raknak be, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen új pályákkal bővült, ha bővült egyáltalán a Stumble Guys, úgyhogy köszönöm a figyelmet, aki eddig itt volt, a VOD nézőknek is természetesen, hamarosan ez a videó ugye elérhető lesz a Tech Barát VOD csatornáján, és hát már próbálom majd úgy beosztani az időmet, vagy hát nem tudom, úgy a naptárat szerkeszteni, meg csinálni, hogy tényleg így naptárba beírni, hogy ettől eddig mit fogok, melyik nap mit fogok csinálni, mert egyszerűen nem bírom magam ezekhez tartani, és annyi minden van ugye a munka mellett, hogy egy pár óra streammel igazából elmegy az egész nap. Tehát dolgozom, utána elkezdek mondjuk mit egy-két órát még így pihenek, kajálok, ilyesmi, stream, és utána kb. Vége a napnak. Úgyhogy be kell osztanom a dolgokat, nyilván figyelembe kell majd vennem, hogy nem tudom, mikor lesz mondjuk adott esetben egy foci meccs, egy fradi meccs, ilyenek, mert azért azt meg akarom nézni, általában mondjuk a szüleimmel nézem meg. Szóval ezeket be akarom tervezni, és így mindent így naptárba akarok vezetni, és akkor majd, ha nem tudom, valaki kér tőlem időpontot bármire, akkor így megnyitom, és akkor így, bocs, majd jövő péntek este 8 és 8.32 között ráérek. Egyelőre most úgy néz ki, és azért nem haladok a tesztekkel sem sajnos a sima Tech Barát YouTube csatornán, mert a szombat is elmegy általában mindig valamivel, úgyhogy meg hát időben kéne lefeküdni, és akkor fölkelek szombaton rendesen időben, megkajálok minden, megcsinálom mondjuk még délelőtt a tesztet, és akkor délután lehet játszani, vagy tévét nézni, vagy amit akarok. Úgyhogy majd egy kicsit a time management az nem igazán jó. Na, mindjárt jövök vissza Stumble Guys-zal, ne menjetek nagyon messzire, és gyertek minél többen játszani majd. Na, szevasztok!